A Kisvárda észak-keleti tehermentesítő út 1 kilométer hossza, új nyomvonalon, kétszer egy sávban, 7 méter széles burkolattal és 10 méteres koronaszélessége, közel 780 millió forintból épült meg. Egy nagyszabású projekt keretein belül emellett a hármas úti új körforgalom és az északi bekötőút új csomópontja is elkészült összesen 680 millió forintból. Az előbbihez új gyalogos átkelőhelyek és járdák, valamint a csomópont környezetének teljes rendezése is hozzátartozott. Az utóbbi Mátyás Király utcai beruházás a kétszer egy forgalmi sáv és kanyarodó sávok, az új kerékpárút és járda, valamint a megújult közművek és az új közvilágítás kiépítésével vált teljessé. A kivitelezési munkákat 2018 márciusában kezdtük meg, és most októberben fejeztük be. Maga az északkeleti elkerülő útszakasz 1 kilométer hosszú, ezen építettünk 3 új körforgalmú csomópontot, illetve a hármas úton kialakítottunk szintén egy új körforgalmú csomópontot. Továbbá még a Mátyás Király utcán a fejlesztési terület megközelítésére építettünk egy járműosztályozós csomópontot. A projektek kivitelezési összege összesen mintegy 1,4 milliárd forint volt. Kisvárda régóta aktív szerepet tölt be a környék gazdaságát tekintve, azonban a város régi kialakítású, szűk és kanyargós utcákkal rendelkezik, amelyek megnehezítik a kamionok és a teherautók forgalmát, ezzel együtt az ott lakók életét is. Valójában egy álom valósult meg, Kisvárda körül egy teljes körgyűrű épült meg, azt adtuk most át a befejező szakaszát, az északi részét. Ezáltal a város, ami szűk keresztmetszet utakkal rendelkezik, teljes egészében tehermentesítő lesz a forgalom. Átadtunk egy új körforgalmat, ami egyik Kisvárdának a legveszélyesebb körforgalma volt. És a másik amellett, hogy a biztonságosabb, nyugatabb közlekedést teszi lehetővé, én másik lehetőséget látok benne még, ami egy óriási gazdasági potenciált jelent a városnak, hogy ide logisztikai cégek, újabb gyárak települhetnek be, és ezáltal a munkahelyteremtést meg tudjuk valósítani. A tehermentesítő út létrejöttével Kisvárda teljes belterülete mentesül az átmenő teherforgalom okozta ártalmaktól. A teherforgalom pedig gyorsabban és végig külterületen haladva érheti el a 4-es számú főutat. Azt gondolom, hogy aki Kisvárda és környékén él, de nem csak a kisvárdaiaknak, hanem a környékbeli településeknek, ez egy nagyon-nagyon fontos fejlesztés átadása ma, hiszen ha rápillantunk a térképre, akkor látjuk, hogy ezzel nem csak a kisvárdai tehermentesítést oldottuk meg, hanem ezzel a csomóponttal megépült az első összeköttetési lehetőség a majdani M34-esnek a bekötésére, hiszen a Kisvárdáról jövők leggyorsabban és legrövidebben majd innen fogják tudni elérni az M34-est. Tehát ez fontos a város szempontjából, fontos a környébeli települések szempontjából, nagyon fontos a várható ipari fejlesztésünk szempontjából, hiszen ezzel sokkal gyorsabban és egyszerűbben lehet majd elérnünk a gyorsforgalmi utakat. A városnak ezek a fejlesztések nem csak gazdaságilag jelentősek. A hármas úti körforgalom a környezet felújításával a város kapuja lett, ami turisztikai szempontból is fontos mérföldkő.